Ne csüggedj el, ne féljél, ne, ne ezt nézel, ne hasonlítsd össze, hogy mi volt régen, ahogy sok, mostanában többször kett mondtam. Ne úgy építs ki az identitásodat, hogy állandóan másokhoz hasonlítod magadat, mert mindig beteg ember leszel. Egyszer már valahára fogadd el magadat, aminek Isten teremtett. De ha mindig másokhoz hasonlítod magadat, folyamatosan zavart keltesz a saját lelkedben. És mindig vagy utánzol valakit, vagy vetekszel vele kivel, és állnan beletaszítod magadat irítségbe, féltékenységbe, nem tudsz kijönni igazából a testiségből. De nem véletlenül érsz. Isten akaratából, Isten jó kedvéből lettél az, aki. És ebből kell kiindulnod, és ezért erre keresd az Istenek a válaszát, illetve kijelentést, hogy milyen programot ad neked az életeddel kapcsolatosan, és ha megtalálod, rájössz arra, hogy semmi szükséged nincsen, hogy másokhoz hasonlítsad magadat. Te önmagadban meg fogod találni, vagy meg, meg tud valósulni benne az az érték, ami teljes nyugalmat, biztonságot ad a személyiségednek, és nem leszel ilyen személyiség zavaros figura. És nem fogsz más emberekkel kapcsolatosan zavart előidézni, illetve vetekedni, mert meg fogod találni az elhívásodat.